tisztelt jelenlévők, nagyon sok arcot is velünk itt már közvetlen közelből évek óta találkoztunk. 8 éve pontosan ennek a fórumnak a meghirdetését. Szeretném, hogyha egy picit fölelevenítenénk, hogy mi is volt a célkitűzés. Az volt a célkitűzés, hogy hívjuk fel a figyelmet azokra a jelenségekre, és azokat a jelenségeket jól képviselő kollégákra, akik a gyógyszerellátásban példamutatóan tevékenykednek. Hát jelentem, ez sikerült. Az elmúlt időszak ezt egyértelműen tanúsítja. Nagyon jól sikerült, és szeretném a gondolatot átvezetni, hogy mi az, ami a jövőben várható ezen a területen. Azért hangsúlyoznám, hogy ha megnézik, hogy kik ülnek ennél az asztalnál, akkor igen nagy súlyt kapott ez a terület. Hiszen itt van a Rossz igazgatója, aki fölvállalta, hogy ezt az egész tevékenységet támogatja. Itt van a Magyar Gyógyszer- és Tudományi Társaság elnöke, aki a tudományos súlyát képviseli a gyógyszerészetnek. Itt van az országos tisztifőgyógyszerész, aki a szakhatósági felületet látja el. Itt van Samu doktor személyében a Gyógyszerészi Gondozási Bizottság alapítója, 15 éve foglalkozik ezzel a gondolattal. És itt van egy olyan személyiség, Györfi Pali személyében, aki el tudja terjeszteni ezeket a gondolatokat, amikről mi itt beszélünk. Tehát a súlyát egyértelműen megadjuk a kérdésnek. Samu doktor bemutatja a pályázati célkitűzéseket, én egy picit másról szeretnék beszélni, hogyha elnök úr megengedett. Azon kívül, hogy nekem nagyon nosztalgikus helyzet itt a Dunaszávóban ücsörögni, mint tettem fel a Betőfi téren, tanultam biciklizni, csak hát akkor egy disztóból Dunára keresztelték, éppen aztán 15-ször átkeresztelték. És az jutott eszembe, hogy egy kicsit megint olyan hangulata van a gyógyszerészetnek, mint ami 1990-ben volt, amikor a politikai rendszerváltás követően elindult a gyógyszerészet abban az irányban, képviselő. Hiszen megint egy nagy paradigmaváltásnak köszönjük vagyunk. Samu doktor említette az egészségügyi szolgáltatói teret. Én még hozzátenném az egyedi gyógyszerazonosítás kérdését, és hozzátenném azt a hihetetlen információs bázist, ami ma az elektronikus portálokon megjelent. Hogyha ezeket egy picit összerakjuk, akkor, és még egyet tennék hozzá, az adatvédelemmel kapcsolatos várhatóan hatályba lépő rendelkezéseket. Hogyha ezt mind összetesszük, akkor ma a gyógyszerész a gyógyszertárban olyan helyzetben van, hogy a betegéről majdnem mindent tud. Beütöm a tajszámát, mellé rakom a személyigazolványát, látom azt a gyógyszeranamnézést, aminek alapján részben ki tudom találni a betegségeit, de látok olyan betegség adatokat is, amelyek, hogyha a szakértelmem megvan hozzá, akkor igen hatékony egészségnyeresség irányába tudják elmozdítani az ő terápiáját. Tiszti főgyógyszerész utalt arra, hogy egyértelműen, röviden, határozottan igazítsuk el a beteget. Most, hogyha összerakják az információ technológiából rendelkezésünkre álló adatokat, akkor egy teljesen új gyógyszerészet van kialakulóban. Illódunk ezzel, és egy részletes részben, hogyha önöket érdekli, akkor az ESZT-ről még szívesen beszélek, hiszen tudják, hogy ma a gyakorló gyógyszerész vagyok, és naponta órákat illódok, örülök és izzadok ebben a rendszerben. De az új lehetőségek azok olyan távlatokat nyitnak, amelyik megint egy új horizontot jelenti számunkra. A közelmúltban az egyik közvélemény kutató céggel végeztettünk egy felmérést, amelyik az internetes portálok egészségügyi kérdésekben való tájékozódását mérte föl. Több mint 10 000 állampolgár és több mint 5 000 egészségügyi dolgozó meginterjúolásával. És valami elképesztő adatok jöttek ki. Egyértelműen az derül ki, hogy nem csak a patikában van már informatika és a betegséggel, gyógyszereléssel kapcsolatos adatok állnak rendelkezésre, hanem a beteg már eleve úgy jön be, hogy nem fogják elvinni nekem, de átlagosan 65%-ban úgy jön be egy patikában, meg van korosztályra lebontva. Nyilván, hogy a 15-20 évesek azok 95%-ban, a 65 év fölöttiek pedig 32%-ban. Úgy jön be a patikába, hogy tájékozódott a saját kórképéről, a saját gyógyszer alkalmazásáról, és ebben kell partnernek lenni a gyógyszerésznek, hogy helyes irányba tudja terelni. Nem fűzöm tovább a gondolatot, hogyha érdekli önöket, akkor a részletes részben még ki tud
gyógyszerellátásban. Itt most egy 8 éves történetnek vagyunk az egyik fordulópontján, és hogyha tudjuk ezt tovább folytatni, és az önök segítségét tudjuk a továbbiakban is használni arra, hogy a társadalom figyelmét fókuszáljuk arra, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen új területek nyílnak az egészségügyi ellátásban és a gyógyszerellátásban, akkor ez nagyon sikerül.